Sziasztok, mindenkit üdvözlök! Ismételten egy olyan videóval jövök, amikor már egy meglévő használt gép összeállításnak szeretnék egy új gazdát találni, ugyanis az egyik kedves nézőmről van szó, aki egyszerűen szólva engem kért meg arra, hogy az eladni kívánt számítógépének nézzünk egy új gazdát, ami lényegében egy nagyon szemrevaló konfig, tehát bizonyos alkatrészei kifejezetten minőségiek, azt majd látni fogjátok a képekről, illetve a videóból. Elég komoly teljesítménnyel bír, főként játék teljesítményre gondolok, azonban nem egy drága konfigról lesz szó, tehát nem kell érte nagyon sokat megfizetni. Pontos árat úgy beszéltük meg a tulajjal, hogy nem mondunk videóba, hanem hozzávetőleg olyan 150-160 ezer forint nagyságrendileg, és majd privátban erről megtörténik az egyeztetés, hogy kinek mennyit ér meg pontosan ez a konfiguráció, illetve hogy a jelenlegi tulajdonos tulajdonképpen mennyiért is gondolná úgy, hogy már megválik tőle, de olyan 150-160 ezer forint körülre kell gondolni, és ehhez majd hozzájön egy LG monitor is, ami külön is elvihető, illetve elvihető ezzel a PC-vel is, amely használtan 50 ezer forintra lett belőve, egyébként ugyanolyan 65 ezer forint körül indul, illetve a fölött, tehát az 50 ezer forint úgy gondolom, hogy egy elfogadható alternatív, egy használt monitorért, de privátban ezt is lehet egyeztetni a tulajdonossal. A videó alatt kiírom az e-mail címet, tehát egyenesen meg tudjátok találni a gép tulajdonosát, de hogyha gondoljátok, nekem is írhattok esetleg privátban, hogyha tőlem szeretnétek valamit kérdezni, de elsősorban vele fogjátok tudni megbeszélni. Tehát nyilvánvalóan én akkor vállalom privátban, legyen az bárki egy gép ajánlását, hogyha tényleg megfelelőnek tartom a konfigot, ezt korábban el is mondtam az erre szánt videómban, hogy putri gépekkel, 10 éves számítógépekkel, nagyon túlárazott gépekkel nem foglalkozom, tényleg amit úgy gondolom, hogy minőségileg a szánt feladatra tényleg megfelelő, megbízható, azt fogom beajánlani a nézőknek, és úgy gondolom, hogy ezzel nem csak az eladó jár jól, hanem az is, akinek erre van igénye, hogy szeretne megfelelő feltételekkel egy nem rossz számítógépet vásárolni, abban az esetben, hogyha éppen a kedves vásárlónak nincsen új számítógépre pénze. Tehát felhívom a figyelmet a konfig erősségeire, tényleg minőségi alkatrészekből állt össze, a táp az kifejezetten minőségi, tehát evégi a Supernova 750 wattos táp, 80 plusz bronz, ez elég komoly tápegységnek számít. Ugye a videókártya Asus Strix GTX 970 4 GB, ugye az Asus Strix kártyák azért egyáltalán nem rosszak, sem hűtésileg, sem megbízhatóság tekintetében. Alaplap is egy Asus Z97A, tehát ez is egy minőségi alaplap, a gépház is nagyon jó, tehát nem csak kinézetre, hanem felszereltségileg, minőségileg is egy nagyon jó gépházról van szó, ami egyébként boltokban sem olcsó. Ami előnye még a konfinnak, ugye láthatjátok, hogy egy Intel Core i5 4460 van benne, ezen nincs mit szépíteni, ez már nem egy mai processzor, és a teljesítménye sem kifejezetten erős középkategória, inkább belépő gamer processzornak számít. Ezt nagyban felhúzza azért a GTX 970-es videókártya. Ha meg kellene satszolnom ennek a konfinnek a teljesítményét, akkor azt mondom, hogy újabb címeket, tehát olyan, mint GTA 5, BF1 esetleg, azért olyan maximum közeli grafikán játszhatóak, főleg a GTA 5 Full HD-ban, és tényleg lagmentesen folyamatos FPS értékel, tehát el lehet mondani azt, hogy Full HD-ban teljesen megállja a helyét ez a konfig és magas minőségben a játékok esetében. Persze teljesen friss címeknél már lehet, hogy komolyabb kompromisszumot is kell azért kötni, de úgy gondolom, hogy nem számít rossznak ez a teljesítmény.
és felhívom a figyelmet arra, hogy ez a konfig fejleszthető, nyilvánvalóan a használt piacon tudjuk ezt megtenni, azért az Z97-es alaplat tökéletesen be tud fogadni mondjuk egy Intel Core i7 4770K-t vagy 4790K-t, és még tuningolni is fogjuk tudni a processzort, hiszen a Z97-es alaplap alkalmas erre. Egyelőre a Config 8 GB DDR3 memóriát tartalmaz, ezt is tudjuk bővíteni könnyen 16 GB RAM-ra, azonban 8 GB még elégséges újabb címeknél is teljesen, úgyhogy nem sürgős. Tehát ha belerakunk mondjuk később egy komolyabb processzort, akkor fogjuk tudni akár tuningolni is, és erre a tápegység is alkalmas lesz, az alaplap is alkalmas lesz. Tehát egy olyan konfigról van szó, ami hogyha 1-2-3 év múlva úgymond már kevésbé lesz alkalmas újabb címek futtatására magas minőségben, akkor azért elég könnyen is lehet bővíteni, illetve a videókártyát is könnyen lecserélhetjük mondjuk egy GTX 1660-ra vagy 1660 Ti-re, de a fő, hogy mind a mai napig Full HD-re egy teljesen alkalmas, nagyon jó kis konfigról van szó. Tehát a technikai adatokról ennyit elmondtam, hogy mik a konfinak az erősségei, gyengéi, mindent összevetve szerintem egy vállalható összeállítás és olyan alkatrészekkel, amik tényleg a használaton is tartják az árukat. Tehát gondolok itt a videókártyára, a tápegységre, a gépházra. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy használtan veszel egy komponens vagy egy komplett számítógépet, és olyan alkatrészekből tevődik össze, amik nem veszítik el az értéküket pár hónap után, már pedig könnyen akad ilyen, hogy ha kidobnak egy új videókártyát, egy új GTX videókártyát, akkor van úgy, hogy pár hónap alatt mondjuk az előző generációs, nagyon drága GTX videókártyára, ugye már RTX-be mentünk át, van úgy, hogy tényleg több 10.000 forintot tud zuhanni, viszont a GTX 970 már az a kategória, ami egyszer nagyon drága volt, tehát 100.000 forint körül és fölött volt kapható, viszont elszenvedte már ezt az áresést, tehát használtan olyan 35-45.000 forint körül jó ideje lehet kapni ilyen videókártyát, és az a tendencia, hogy olyan hatalmasat nem is fog már ennek esni az ára, csak úgy pár hónapon belül, tehát hogyha valamikor el akarod adni ezt a számítógépet, miután megvetted, vagy cserélni valami alkatrészt, akkor azt minimális bukóval tudod megtenni. Persze más lenne a helyzet, ha mondjuk vettél volna egy GTX 1070-et még a GTX 1660 Ti megjelenése előtt, akkor még nagyon drága volt, és most akarnád kb. Fél áron tudod eladni, mint hogyha újonnan vettél volna 140.000 forintot, gondolom még emlékeztek rá, hogy nem olyan régen mennyiért mentek, és jó vétel volt a GTX 1070, most meg használtan ilyen 80.000 forintért már beszerezhető, tehát erre gondolok, hogy ez a konfig úgy van összerakva, hogy ezt megveszed nem túl drágán, amennyiért a kedves eladó hirdeti, és tényleg minimálisat fogsz akkor bukni rajta, mondjuk valamiért fél év múlva, vagy egy év múlva, akár a teljes konfigot, vagy részben bizonyos alkatrészeket cserélnél, tényleg minimális bukóval el fogod tudni adni az alkatrészt, vagy az alkatrészeket. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!